Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. Kivágtam magamat a fából, hogy ismételten egy kis ismételten egy jó kis Minecraftos alapszurvival sorozatot mutassak a második epizódunkat. Itt van velem Attila. Hello. A kódnevét még nem tudjuk, de valószínűleg jégben nyár. Talán ez lehet a legjobb. Hát... nincs karácsony kedvenc. Jaj, Danuka, de nagyon ügyes vagy. Danuka azért ügyes, mert kő nélkül akar bányászni. Úgyhogy most facsákánnyal ő sem ússza meg ezt az évadot. Mi állászánt az összes követet? Hát természetesen, viszont van jó hír is, hogy a facsákány arra is jó, hogy a szemet is kiszedjük vele. Ugye itt teljesen új kinézete van gyakorlatilag minden ércünknek, beleértve a szépnál is. Bejöttek új építőblokkok, szóval... tarts fejben. Jó, hát remélhetőleg most már így a második epizódra már le tudok oda jutni, csak ugye a házat az kötelességeknek érzem megépíteni. De ilyen nagyon alapszintű házat szeretnék építeni, tehát tényleg most azt mondom, hogy semmi csili-csuli, meg ilyesmi. Két szintesre feldobom, vagy inkább három szintesre, a három blokk magasra a háznak a falát. Majd később kiépítjük az ablakokat, egyelőre földdel lesznek betöltve az ablakok. Jó nagy szénlakhely. És én megint mínusz szintekben vagyok. És mostanáig tartott a szénlakhely. Most már eszközökkel. Most hát még minden láttam. Hopp. Akkor viszont, ha jól érzékelem, a nagyobb nagyobbra kigyúrt barlangok mellé mélyebb lejutást is kaptunk. Ja, kibővítettük. Most már egyébként nem kettőt, hanem építhetünk fel, hanem 3.7. Azta. Plusz 50 blokkot is kaptunk. Hát végül is együtt kell járni a világgal, már nem az Empire State Building a legmagasabb épület. Ez az Enderman nem olyan kéne, visszatudni. Erősödött az Endermanus? Nem, csak nem akarok meghalni. Viccet nélkül kőeszközökkel nem nagyon... ja, értem. Kedvem hozzá. Értem a problémádat. Ez kiépel, lassan első darabot. Ez még az előző. De nagyon jó emlékeztet, mert akkor most újraindíthattam. Egyébként a rosszabbik telefonommal dolgozom, mert ez mindig így be fogja így nyomni nekem ezt a muzsikát, amit már kezdek egy kicsit unni. Hát csengő van. Hát azt akarom, hogy ne legyen hangja. És rezgéssel jelezze felé. De ennek a beállítását ezek nem találtam. Mire ide zombi? Az ételt. Tudod, mivel lehet még egyedivíteni? Na. Nagyon durva szigorítást találtam ki. Mindenfajta lejutás, feljutás szükséges blokkot, csak az újfajta, tehát a gránit, micsodákból építhetjük meg. Azért nem tűnik annyira nagy szigorításnak, de azért mégiscsak. Nem értendő? Nem. Csak gránit, diorit és micsoda blokkokból építhető leút, meg felút. Ez nem új. Jó,
Akkor nem teljesen új. Sokkal több új blokk van, de nekem. Jó, mindjárt lemászunk, az lesz a mostani feladatunk, csak bebiztosítjuk magunkat eszközökkel, meg szerintem... Ja, hát igen, Danuka még mindig nincs kész a tervével. Nekem meg fél szívem van. De jó bányászni. Hú, három ajtót ad egyből. Akkor lesz egy két elárult ajtónk. Még egy kört lemegyek. Viszont mindjárt besötétedik. Az a szerencsénk, hogy ebben az update-ben még nincs benne a Warden. Ami majd jön. Várhatóan szerintem már ősszel ki fog jönni az. Nem. Az nagyon korai lenne. Akkor nem jól tudom. De nem fognak ennyi update-et ennyire kevés időn belül kijönni. Az igaz, teljesen. Na. Itt vannak. Most engem talált meg egy, ha megtalálom a kardot. Ezt gyorsan rakjuk át az egyes helyre. Köszönöm, játék. Főleg úgy, hogy a lába mellett vagyok, azzal meg még inkább nem leszek kibékülve. Ahogy én már. Na, megvan Attilának az első gyemi. Na, és itt általában egyesével spawnolnak. Nem tudom, hogy itt. Ráadásul még kövem sincsen, hogy... Ezeken a szinteken már nem spawnol kő, mert mélyet. Nem. Akkor mi van helyettük? Deep slit. Ja! Nem. Ah, jó gipszlőből is lett a mindjárt szerintem egyébként, ahogy kész vagyok, én is levetem magamat, mert hogy azért az ágy az még húna. Belső béke. Végül is nem csak a hatodik halálom. Hát, de hogy? Egyre inkább találgatok koppárt. Ugye itt alapban is már van végre koppár. Bár egyenlőre túlszom használatát, azon kívül, hogy ugye
páncél, meg ilyesmi, meg blokk, nem láttam. Nincs belőle páncél. Akkor még az sem. Látó csövet lehet felcsinálni. Meg ablakok igazából tisztítésre vannak, szóval... Igen, tehát igazából túl sok minden egyelőre még nincs a poppáral. Úgyhogy szerintem nem is szedek többet. Max fizetőeszköz lesz majd az 567. epizódban falusiakkal. Nem ilyen. Nem lehet, hogy fizetni. És föld a házban. Kevés lesz ez a gránit. Attilánál mostanság nem valami jól működnek a dolgok, net? Nem. Ez nem a net. Ebben a változatban nem valami jól működik a játék? Nem az. Csak át kéne rakni másik lemezre a játékot. Ja. Yeah. Csak még lusta voltam megcsinálni. Mert az át kell rakni a javát is, az meg... Ja. Oké, okay, értettem. Na, életjáték. Jó, sikerült. Ezt inkább nem is láttam. Fehér követ még nem láttam. Ott van. Ó, víz mellett. De amúgy minden sorozatban diorított gránit és andesitet használ. Azért is nem. Igen, azért most teljesen alapot fogok csinálni. Azért mondtam azt, hogy most lehetőleg három részből meg akarom építeni a házat. Húszból szerintem elég lesz. Igazából csak annyit szeretnék, hogy így. És így. Tökéletes. Valami védje a fellángolást. Hoppá! Az nem jó helyen van, majd azt leszedetik. Legalább nem azon az egyen fog múlni. Azt mondja, mennyi kell? 5 darab. Ebből egy ott lesz. Második kísérlet, siker. Akkor már csak 4 darab kell. Akkor 6-ot. 6-ot kell szedni. Ami 8 lesz, mert ugye csak abból annyiból készül. Egy, kettő, három, négy, és ennyi volt a csákim. Van egy focsákány a ládában. Inkább csinálok követ, hogy tudjak
Várjál, nem is kell. Legalábbis a micsodán nem fog kelleni. Valahol elszámoltam a dolgot, nem tudom hol, mindegy. Na. Home elkékült. Meg megint felszínen vagyok. Szeretem a bányát. Gondold el, hogy csak easy difficulty vagy. Ja. Hát de hát mindent beleadsz, hogy minél gyorsabban haladjunk. Mondjuk ezt. Ja. Azon gondolkodom még, talán hagyom az üvegügyet későbbre. Hát most azon ne gondolkodjunk, hogy mi a biztonságos fel- és leút, viszont egyen viszont gondolkodhattunk volna a kaján. Ó, három szkeleton. Négy szkeleton. Az már viszont észrevett. Egy kis szelecske van. Egyébként, hogy mivel találjam és meghalljak, szóval... Mondom, nehogy egy hossz annyira találjam. Ez az utolsó szegben. Sikerült. Egész szép kis terület egyébként, ha csak nincs bal szerencséd a krepörökkel. Felszív. Konkrétan 5 skeleton támadott. Egy bányában, ami ráadásul a kisebb bányá között. A felutat, azt meg kell csinálni mindenképpen.
Megdöntöttem, ez volt utolsó halálom, vagy csak nem tudom. Na, amíg mit haldogáltunk meg, és azzal a töredék időre, amíg betöltötte ezeket a csánkokat, megnőtt a jegesmedve. Tényleg. Ez elég sok mindent elmond. Aztán majd lehetséges, hogy az évad végére egy igluba fogunk beleköltözni. Itt az is lehet. Vannak igluk, csak nem ebben a bajomban. Viszont van szelünk. Miért szedsz papat? Azért, mert az alatta lévő kell nekem. Meg azért jól esne egy kis hó nyára. Vagy egy kis hideg. De nem a Sandstone. Még nincsen sütőnk? Azt a betyárját. Hát van egy pár, csak lent a bány mélyén. Ilyen kell szkelet a máját. Isten meg vannak a cuccaim. És ezt a vaskartot soha el nem engedem még egyszer. Ott egy zombi. Csak vigyázni kell, mert a bogyó az viszont szurkál. Érzékelem, a bogyóból készül a... bogyóból tudsz belőle bokrot csinálni, nem? Igen. Olyan, mint a répával vagy a kompon. Tehát veteményes. Ez az. Nem szeretek csak a fejet zombi. Nem szeretek a fejet. Egy hó, akár másik irány. Mennyi pók spawner van itt? He. Akkor valami nagyon durva dolgot találtál lett. Ez már a negyedik pók spawner. Azt a mindjárját. És ebből kettőt már kiütöttem. Lusta vagyok arra megint egy adást felhasználni, hogy veteményest készítsek. Lemegyünk vasért, hogy legyen ágyunk. Úgy? Kaja, hogy meg meggondoskodni arról, hogy nehogy meghalljunk. Hoppá! Az most ott... Vigyázni kell, majd fölfele jövet, mert ott lett egy bokrunk. Danuka, ezt jó embernek mondod, hogy halálozással vigyázni. Hello! Ajaj, azt viszont nem örülnék, ha az megtalálna engem. Ne szorogozni, az még egy spokespawner nagyon felhetem magam. Egy skeleton. Na, takarodj innen! Azaz. Ó, ez sem csúcs.
élőhely. Egyébként. Azaz, Campus. Tudom, mint gondolkodtam? Hogy az emberek, a leginkább a férfiak mekkora egy sovinisztia idióták, már bocsánat, hogy ezt mondom, vagy mennyire kannibálok, vagy akár mindegy. Azért, mert hogy ugye egy szálú igel egy lánynak a halálából eredt. Campes Dolores. A spanyolok leginkább. Aha. Hát mi eddig is tudtuk, hogy a férfiak elég így sovinisztán, szóval... Wow. Az döglik. Ja. És az adás vége. Viszont most először egy csontival kell leküzdenem magamat, mert hallom, hogy itt van. Viszont azt mondom, hogy ezt inkább következő adásban már elfogyott a szívem. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Bye!